Nemrég hagytam el Steny falucskát. Évi a szigetén vagyok Görögországban, és most elindultam, hogy megmásszam a sziget legnagyobb csúcsát, az a Delfi nevű hegyet, ami nem olyan nagyon magas, 1743 méter, de egy október utolsó napjaiban azért a Mediterránban is érhetnek meglepetések. Hát az időjárás az nem is túl pompás, de egyelőre azért még bizakodom. Felhők alja olyan 8-900 méter tengerszint feletti magasságban van. De a végcélt illeti ezek szerint jó néhány száz méter szintet az ember kénytelen lesz felhőben megtenni. Természetesen semmilyen hegyi felszerelés nincsen nála, úgyhogy majd alkalmazkodni kell. Szinte egyfolytában szemerkél az eső, bár odalent gyönyörűen süt a nap, tenger irányában. Itt fönt inkább hegyvidékiesebb az éghajlat. Az eddig többségében lévő pinuszfenyőket kezdik is felváltani az ábieszek, ami mindenképpen egy változást sejtett a hűvösebb, csapadékosabb irányba. Remek a kilátás tenger felé, pontosabban a Évia szigetét a szárazföldtől elválasztó tenger szoros felé. Ott van Halkid a városa is. Én viszont itt folytatom az utamat fölfelé. Éppen egy kíváncsi kecskenyájjal találkoztam. Lassan megközelítem az 1000 métert. A völgy felől a felhők alja már alattam van. Ezen a déli kitettségű gerincen kicsit jobb a helyzet. Már elég meredek. Az eső is esik. Hát ez sem van. Talán a völgyben Steny. Ezen a szakaszon kicsit nehéz a járás, de legalább izgalmas. Itt vagyok közvetlenül a felhők alatt. Nagyjából 1000 méter körül lehetek, talán egy kicsivel alatta. Van néhány szelíd gesztenye, meg néhány platánfa is. Platán egyébként ezen a szigeten őshonos. Úgyhogy itt nagyon sok helyen található patakvölgyekben. Igen, kezd egy kicsit látszani is, hogy ködös. Egy erdészeti úton haladok most. Ez most kényelmes. Az előző szakasz kicsit fárasztóbb volt. Elhagytam az erdészeti utat. Elég vadregényes.
felhők, hol átsuhannak az erdőn, hol nem. Egy elég éles hegygerincen haladok most fölfelé. Mindkét irányba elég mély völgy. A látótávolság kezd lecsökkenni. Kezd egy kicsit a John Carpenter féle klasszikus horrorhoz, a Köthöz hasonlítani, de egyelőre ez nagyon jól áll ennek a helynek, de későbbiekben remélem szintén ilyen könnyű lesz a tájékozódás. Itt egy ház bukkan ki a ködből, ahogy az elvárható a horror kliséktől. Itt majd valószínűleg valami elágazás lesz. A látó távolság az alig néhány 10 méter. Elérkeztem egy nyeregbe. Innen indul felfelé az út a csúcs felé, de valószínűleg meg fogja hiúsítani a mászást ez a viharos erejű szél. Fölmegyek, amíg tudok. Hát ez izgalmasabb, mint gondoltam. Elég nagy meredény fölött egyensúlyozom. Elég rohadt hideg van. Közelít a nullához most már. Sajnos nem csak a szél, ami nehezíti az utat, hanem most már azért a felső szakaszon a járás is nagyon nehéz. Igazából nem lenne vele gond, hogyha nem lenne ennyire erős a szél. Hát még megyek egy kicsit, aztán visszafordulok. Megjelentek a hófoltok. Nagyon-nagyon hideg van. Végül is a csúcs alatt nem sokkal kénytelen voltam visszafordulni. Nem is annyira az erős szél okozta a problémát, hanem ez a felső rész már elég kapaszkodós, különösen ebben a szélben, és a kezeim egyszerűen csonttá fagytak. Kesztyűvel azért még talán tovább tudtam volna menni. Hát a csúcs alatt a legnehezebb feladni, ez tényleg így van, de nem érzem a kezeimet. Így is elég izgalmas a mászás, meg még le is kell jutnom. Kemény a pálya. Hát az ereszkedés sem egyszerű. Most kellett szembesülnöm azzal, hogy milyen magasra fordultam vissza. Nagyon-nagyon régóta jövök lefelé.
oldalán, halványan felsejlett már az út, amin jöttem egy darabig. Hát nagyon komoly hegyvidéki a táj. Útban vagyok visszafelé Stanibe. Hát sajnálom, hogy nem jött össze, de ez most nem úgy volt megírva. Azért ettől még nagyon izgalmas kis túra volt.